A szociális házátadó Bodrogkeresztúron a Magyar Falu program keretein belül valósulhatott meg 12 millió forintból. Zöldi Bernadett az átadó alkalmával köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében kiemelte, hogy 2019-ben fogalmazódott meg az a gondolat a Bodrogkeresztúri Jövőiért Egyesület részéről, amelyet Kovács Gyula elnök úr vezet, hogy létrehozzák az egyesületet. Céljai között szerepel az összefogás és a segítségnyújtás hangsúlyozása a településen, emelte ki Zöldi Bernadett. Gondolatait folytatva hozzátette, hogy 2021-ben sikerült pályázniuk az ingatlan megvételére, a Magyar Falu program keretein belül. Az ingatlan felújításra szorult, és a következő évben szintén a Magyar Falu programnak köszönhetően kapott egy támogatást, amelyet a helyi vállalkozók támogatásával egészítették ki, és újították fel az épületet. Emelte ki Zöldi Bernadett. A kezdetekről indulnék. 2019-ben megfogalmazódott a Bodrogkeresztúr Jövőért Egyesület elnökében, Kovács Gyulában és a tagjaiban, hogy hozzanak létre egy alapítványt, aki segíteni tud a rászorulóknak, illetve hozzájárulni minden olyan szociális ügyhöz, amihez csak tud. És létrehozták az alapítványt 2019-ben, és mi szerettünk volna egy saját ingatlant. A Magyar Falu program keretében 2021-ben lehetőségünk volt pályázni, és 2022. januárjában meg is tudtuk vásárolni a támogatással ezt az ingatlan, de tudtuk, hogy felújításra szorul, ezért a következő évben szintén pályáztunk a Magyar Falu programban ingatlan felújításra. Sikerült is nyernünk 6.996.000 forintot, és ebből, illetve más vállalkozók támogatásából sikerült ezt a gyönyörű házat így felújítani. Köszönjük szépen mindenkinek, a magyar kormánynak, dr. Kondzs Zsófia képviselőasszonynak a támogatását, a helyi vállalkozók támogatását, és mindenkinek a támogatását, aki részt vett ebben a gyönyörű ház létrehozásában. Igazából mi most első körben minden pénteken szeretnénk egy tál meleg étellel szolgálni azoknak, akik rászorulnak, és bízunk benne, hogy kialakul majd, hogy mivel is tudnánk még jobban segíteni a rászorulókat. Gondolok itt például ruhaosztásra, vagy élelmiszer csomagosztásra, bármiben, amiben tudunk, segíteni fogjuk a rászorulókat. Nagyon sok mindent kellett megújítani a házon. Itt nyilászárók cseréje, a villanyvezetékek cseréje is megújult, akkor a tetőszerkezet felújításra szorult, úgy cserepeket is kaptunk támogatók jó voltából, illetve benti festések, fürdőszobát kellett kialakítanunk, külső színezés, itt a tereprendezés az udvaron, tehát egy része készen van már, aztán még a többit még folytatjuk a továbbiakban, ahogy lehetőségünk adódik. Mindenféleképpen szeretnénk még itt az udvart rendbe tenni, kicsit parkosítani, illetve bent is még szeretnénk fejleszteni a benti berendezéseket. Ezt követően a település polgármestere Rozgonyi István köszöntötte a megjelenteket, majd beszédében hangsúlyozta, hogy az első szó a köszöneté, hiszen emlékszik, mikor képviselőasszonynak elmondták, hogy milyen tervük van, akkor Kondzs Zsófia támogatta őket. Szerettek volna egy olyan építményt, ahol segíthetnek, és mindenki segíthet benne, hangsúlyozta a település vezetője. Gondolatait folytatva hozzátette, hogy mikor a helyi vállalkozásokat keresték meg, mindenki tártkarokkal fogadta az ötletet és segítettek. Nélkülük nem sikerült volna, hangsúlyozta Rozgonyi István. Az a legfontosabb, hogy amikor valaki bajba kerül, és egy tányér ételre lenne szüksége, azt ezen a helyen meg fogja kapni, emelte ki a polgármester. A település vezetője úgy véli, hogy az ő feladatuk közé tartozik az is, hogy tudjanak segítséget nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van.
Kondzs Zsófia, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő is szeretettel köszöntötte a megjelenteket, majd ünnepi gondolatait folytatva kiemelte, hogy térségünkben sok-sok ikonikus alak van, akikben bele tudunk kapaszkodni. Úgy véli, Ferenc pápa látogatása során is sokszor esett szó egy ilyen ikonikus személyről, ő pedig Szent Erzsébet, aki mindössze 24 évet élt, emelte ki a miniszterhelyettes. A keresztúri segítőház átadása alkalmával felidézte a település vezető megkeresését, hogy segítő céllal szeretnének létrehozni egy ilyen helyet. Szent Erzsébet élete tényleg egy példa, hiszen olyan nyomot hagyott az utókornak, amelyből építkezhetnek. Szent Erzsébet élete során a betegeket ápolta, és kórházakat építetett, és amilyen volt, azt odaadta azoknak, akiknek szüksége volt rá. Emelte ki Kondzs Zsófia. Gondolatait folytatva kiemelte, hogy a Magyar Falu program célja, hogy az 5000 fő alatti településeken közösséget építsenek, és ez a programnak egy zászlós hajója lehet, hiszen ezáltal közösséget építik, és egy jó ügyet szolgálnak, hangsúlyozta a térség képviselője. Ezt követően Zöldi Bernadett, Kondzs Zsófia és Rozgonyi István a szallag átvágásával hivatalosan is átadta az épületet a településen élők számára. Az átadó végén az egyházak képviselői megáldották az intézményt. A program folytatásaként a jelenlévők átvonultak a Gólyavédelmi Központba, amelyet szintén ünnepélyes keretek között nyitottak meg. Az ötlet az a Petrovics Zoli, és nagyon sok elhangzott ma Zolinak a neve. Ez egy nagyon jó, és egy tényleg egy, ugye mostanában kicsit úgy elcsépelt szó lett, hogy összefogás, és akkor fogjunk össze. De tényleg itt, ami megvalósult, az Bodrogkeresztúr község önkormányzata, aki adta ezt a csodálatos helyszínt, a Zöld Kör, aki az egésznek úgymond a think tankje, ha lehet ilyet fogalmazni, és Petrovics Zoli, Bodrogkeresztúr lakos, aki az egésznek az ötlet gazdája, és mi hárman így leültünk egy asztalhoz, ezelőtt másfél-két évvel, és megfogalmazott bennünk azt, hogy akkor mit lehetne kezdeni ezzel az akkor még úgymond turisztika központtal. Ugye előtte itt az Aggteleki Nemzeti Parknak volt itt az irodája, és itt volt ez az ingatlan üresen, és leültünk hárman, és elkezdtünk megfogalmazódni, és gyakorlatilag innen jött az ötlet Zoli részéről, ugye ő mindig a gólyáknak volt a nagy eszméje, hogy na akkor a gólya is Bodrogkeresztúr, és ezt minden hárman, az asztalnál, akkor ez úgy egy közös metszetbe került, hogy akkor itt ezt meg fogjuk valósítani, és amit az önkormányzat lehet, az önkormányzat segített, amit a Zöld Kör, azt a Zöld Kör tette hozzá, és a legfontosabb dolog ugye mindig maga az ötlet, hiszen ha van egy ötlet, ami jó, akkor már könnyű úgymond mögé állni egy önkormányzatnak, és mi így cselekedtünk, ezt tettük. Mi mindig óvjuk és védjük a gólyákat. Ugye azt szokták mondani, ugye, hogy Bodrogkeresztúr a gólyáknak a fővárosa, és ez tényleg így van, hisz az a térkép is, ugye, ami itt fogalmazódik meg mögöttem, és itt ugye lehet látni Bodrogkeresztúrnak, hogy hány darab gólyafészek van a településen. Ugye elmondhatjuk, hogy az egy négyzetméterre, vagy a lakosság szám kontra a gólyáknak a számának az aránya azért hihetetlen milyen magas, talán azt hiszem az első, pont most mennek a gólyafészek számlálások, hány költ és hány gólya költ, tehát ez még egy mozgó szám, úgymond egész Magyarországon, de az elmondható, hogy Bodrogkeresztúr a gólyáknak a fővárosa, és tényleg mikor ezelőtt még 20-30 évvel ugye átok volt egy gólya a tetőn, most már kialakult, hál' Istennek az a szellemiség itt a településünkön, hogyha gólyafészek van, akkor állványt csináltatunk alá. Ebben nagyon nagy partnerünk, hál' Istennek, most mondok egy élő példát, például a Füleki Pincészet, akinek van egy külön önálló bora, egy száraz fúr, mint és egy édes fúr, egy kései szüret, ami Fülöpa különc névre hallgat, ugye. A Bodrogkeresztúr Ővét Egyesület, ugye, ami a Fülöpről, a gólyáról nevezte el, ugye, a futóversenyét. Tehát lehet azt mondani, hogy Bodrogkeresztúrban 10-ből 9 gondolat a gólyák körül forog. Jelenállás szerint most péntek, szombat, vasárnapi nyitvatartással, de tényleg mindenkinek azt mondom, hogy jöjjön el, mert amikor megkérdezték tőlem, hogy és mi ez a gólyavédelmi központ, én se tudtam megmondani, hogy ez most kiállítás, játszóház, vagy valahol a kettőnek a küvéje, ha már az előbb a Fülöpa Különc borról volt szó. Én azt javaslom, vagy arra kérem a pedagógusokat, hogy hozzák el ide a gyerekeket előzetes bejelentkezés alapján, Tokajból, Szerencsről, Sátraújhelyről, Sárospataktól, jöjjenek el a gyerekek, nézzék meg, hívjanak fel minket telefonon. Ez tényleg egy olyan csoda, amit körülöttünk van, olyan ötletes dolgok vannak itt, hogy tényleg most se tudom elönteni, hogy kiállítótér, vagy játszóház a gyerekeknek. A résztvevők egy interaktív kiállítást tekinthettek meg. A megjelentek között ott volt dr. Kondzs Zsófia, a térség országgyűlési képviselője
energiaügyi miniszterhelyettes, valamint Rozgonyi István Bodrogkeresztúr polgármestere. A résztvevőket Petrovics Zoltán helyi ornitológus, az Aggteleki Nemzeti Park igazgatóságának korábbi természetvédelmi őre kísérte. Dr. Kony Zsófia elárulta, hogy fontosnak tartja, hogy minél több emberhez közelebb tudják vinni a természetet és az élővilágot. Erre remek példa a Gólyavédelmi Központ is. Az a helyzet, hogy amikor a helyiek elmondták, hogy mit szeretnének, és tényleg azt láttam, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezés, akkor arra gondoltam, hogy hát fantasztikus lenne ezt végigcsinálni, de ugye két ütemben sikerült. Először ugye az ingatlant kellett megvásárolni, és utána azt pedig alkalmassá kellett tenni arra, hogy majd fogadni tudjon vendégeket, vagy odaérkezőket. A segítőház a nevében is benne van az, hogy gyakorlatilag olyanoknak akar segíteni, akik esetleg bajban vannak, vagy közösségre vágynak. Itt az átadás során elhangzott Szent Erzsébetnek a neve, szerintem ő tényleg egy példaértékű karakter, és egyébként a Ferenc pápa látogatásakor is nagyon-nagyon sokszor felmerült az ő neve. Úgyhogy szerintem időzítésben is ez egy jó üzenet, hogy egy ilyen segítőházat most át tudtunk közösen adni. Tényleg azt kívánom, hogy a helyi közösség tudja majd tartalommal megtölteni. Azt hallottam terveket, úgyhogy bízom benne, hogy ezek nagyon-nagyon jól fognak sikerülni. És igazából a másik dolog, hogy a Magyar Falu program keretében sikerült ezt a házat kialakítani. Egyébként egy gyönyörű helyen van. A Magyar Falu program az 5000 fő alatti településeket támogatja, és szerintem az egyik fontos üzenete, azon kívül, hogy persze infrastruktúrát javítunk, utakat, járdákat, hogy közösségeket építsünk. Úgyhogy szerintem ez a Magyar Falu programon belül egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Azt gondolom, hogy Bodrogkeresztúron az elmúlt időszakban hihetetlen fejlesztések valósultak meg, akár ha a főutcára gondolunk, vagy a kábeleknek, a légkábeleknek a föld alá helyezésére, az, hogy egy vízi központot igyekszünk kialakítani, az, hogy tornaterem épült, az iskolát újítjuk. Ezek mind nagyon-nagyon fontos fejlesztések, és azt gondolom, hogy erre a jövőben is szükség van. Úgyhogy ilyen jó kezdeményezéseket az ember mindig örömmel támogat. A Gólyavédelmi Központtól most vagyunk, szerintem ez egy hihetetlenül jó kezdeményezés. Nem véletlenül a Madarak és Fák napjához közel időpontban került megnyitásra. Azt lehet látni, szerintem itt körülöttem is, hogy rengeteg a gyerek. Tényleg a gólya a magyar néplélekhez nagyon közel áll. A gondoskodás szimbolizálja a gyermekek, a szülők iránt, és szerintem mindenkinek van egy kedves története a gólyával kapcsolatban. Ugye sok turisztikai fejlesztés van még most is folyamatban Tokaj-hegy alján, és nem sokára most már pont a Bodrogkeresztúr Tokaj közötti szakasz is elkészül, most a kerékpár útra gondolok, és utána az egész Kopaszhegyet például körbe lehet majd biztonságosan tekerni, és azt gondolom, hogy ilyen attrakciókra mindenféle szempontból szükség van, hogyha érkeznek vendégek, turisták, de egyébként a helyieknek is szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kikapcsolódási lehetőség. A másik fontos dolog, hogy itt vagyunk a Bodrog partján. Szerintem a település és a térség egyébként már élen jár abban, hogy hogyan kell tényleg példát mutatni, hogy a természetet megóvjuk. Ilyen a PET kupa, de például azon kívül is voltam már a zöld körrel is ilyen szemétszedő akción, vettünk részt közösen, és azt látom, hogyha külföldiek ide érkeznek és ilyenben részt vesznek, ilyen programban, akkor azt mondják, hogy úristen, oké, ilyet még nem láttak, és megpróbálják ezeket a tapasztalatokat hazavinni. Úgyhogy szerintem a legfontosabb a közösség, és az, hogy a természetet minél közelebb vigyük az itt élőkhöz, meg azokhoz, akik ide érkeznek. A településen a folyamatosan megvalósult beruházások egyre fejlődő képessé, modernebbé teszik Bodrogkeresztúrt. A település vezetője igyekszik a településen élőknek könnyíteni az életükön, és folyamatosan segítséget nyújt számukra. A szociális ház létrejöttével egy olyan rétegnek is próbál segítséget nyújtani Bodrogkeresztúr, amely példaértékű. A Gólyavédelmi Központ létrejöttével lehetőségük van az emberekhez közelebb hozni az élővilágunkat, az élőlényeket, és a természetet, amelyet meg kell becsülnünk.